tippem ott a youtube.com oldalról tudjuk letölteni. Van fizetős és van szabad verziója is, bőven elég a szabad verziót letölteni, ugyanis az is tudja azt, amit egy oktató videónak, ami a képernyőről készül, tudnia kell. Hogyha letöltjük, akkor ő pillanatok alatt létrehoz a dokumentumok között, és a videó mappában egy saját kis mappát magának, amibe nagyon elegánsan bepakolja az ő kis fájlait. Ott érdemes átállítani azt, hogy alapértelmezetten mindent Windows Media Playerben nyisson meg, mert a másik, tehát az ő általa készített anyagot azt nem nagyon szereti megnyitni a gép, legalábbis én nem boldogultam vele, viszont amikor beállítottam arra, hogy alapértelmezetként így nyissa meg, akkor már nem volt semmi probléma, és ezeket nyilván föl lehet tölteni a YouTube-ra. Én arra használtam, mert nekem erre volt szükségem, hogy a iskolákban rendezett IKT műhely gyakorlathoz készítettem el oktató videókat a Protopage oldal használatáról, ilyen egész kis rövid kis videókat, amik elmagyarázták, hogy mit, hogy kell csinálni, milyen módon lehet a dolgokat megcsinálni. Tehát ennyi volt a haszna. Tud néhány extrát is, rá lehet közelíteni a dolgokra. Ha meg akarjuk állítani a felvételt, akkor meg tudjuk állítani, stoppal leállítani, és ha nem jól sikerül a felvétel, akkor ki is lehet dobni. Ennyi az egész. Borzasztó egyszerű, borzasztó gyors, és nagyon jól használható.